A mártonnapi népszokások nem csak az adventi időszak közelettét jelzik, de megidézik Szent Márton legendáját is, aki egy libaolban próbált elrejtőzni püspök kiavatása elől, de a ludak elárulták őt gágogásukkal. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum szervezői idén is többnapos ünneppel készülnek a Szent Márton napját követő hétvégére. Itt vagyunk a Szentendrei Skanzenben, a nagykunsági állattartó tanyán. Szent Márton napját 20 esztendeje ünnepeljük nagyszabású rendezvény keretében. Ilyenkor Márton napjától befejeződnek a kint végzendő szántóföldi munkák, elkezdődnek a benti társaságban elvégzendő munkálatok, és ez az utolsó nap a karácsonyi bőjt előtt, amikor még lehet jókat enni, inni, mulatozni. Úgy tartják, hogy ilyenkor Márton napján minél többet esznek, isznak, annál több egészséget töltenek magukba. Így a hagyományhoz tartozik Márton poharával kocintani és megkóstolni az épp kiforrott új bort, valamint a marsszent madarából, vagyis a libából készült különböző ételek fogyasztása is. A skanzen fogadója és a kézműves borászok kínálata mindenre lehetőséget biztosít. Minden korosztályra gondolunk, ilyenkor a családokra, gyerekekre elsősorban. Rengeteg Mártonhoz és libás játékokhoz kapcsolódó udvarokat, programokat szerveztünk nekik. Itt lesz a Lajta Néptánc Együttes, akik bemutatják a mártonnapi szokásokat, a mártonnapi búcsút. Az Óbudavári Szent Márton templomunkban lesz katolikus szentmise vasárnap. A lámpás felvonulás az pedig Szent Márton életét próbálja majd meg játékosan és interaktívan bemutatni az érdeklődőknek. Hogy mélyebb betekintést nyerjünk, hogyan is készültek eleink az őszi vigasságra, a Néprajzi Múzeum kerámia gyűjteményébe látogattunk el, ahol azt is megtudtuk, mit jelent hazánknak Szent Márton alakja. A fazekasok gyakorlatilag minden helyen, minden formából kétféle típusú edényt készítettek hétköznapi díszítésük, és voltak reprezentatív tárgyak, ki voltak téve, mint dísztárgyak. Egy nagyobb étkezésen egyrészt összeadták a díszes tárgyakat egy lakodalomra, és feltételezhetjük, hogy egy mártonnapi ünnepi ebéden is valószínűleg mindig a reprezentatív formákat vették elő. A leghíresebbek a gömöri sütőfőző edények voltak, amelyikbe belehelyezték a kacsát vagy a libát, és úgy sült ki a zsírja, és úgy sült hosszú időn át. A hordókból mindig vagy legtöbb esetben kancsókba eresztették a bort. Ki van téve úgynevezett bokály, amelyik majdnem olyan, mint a kancsó, csak nincs összenyomva a szája, és kisebb méretű, mert ez ivóedény volt. Szent Márton egy pannóniai szent volt, aki vagy 316-ban, vagy 317-ben született a mai Szombathely területén, nagyon hamar fiatalon római katona lett, és a hozzá kapcsolódó történetek egy része is még, mint római katonához kapcsolódik. Franciaországban egy vár közelében lovagolt éppen, amikor a hó alól egy egészen rongyos koldus állt fel és kért tőle alamizsnát. Ő viszont már nem tudott neki pénzt adni, mert nem volt nála, viszont ketté vágta a köpenyét, és a fél köpenyét odaadta a koldusnak, és az egyházi feltételezés szerint ez a koldus Jézus volt. Szent Mártonnak egész Európában nagy kultusza van. Szűz Mária után már a 11. század végén Szent Mártonnak is ajánlották az országot, tehát egyfajta országpatronusa is Szent Márton a magyarság számára.